Az évzáró után dr. Pásztorné dr. Vasanikó igazgatóasszony számolt be televíziónknak a gimnázium diákjainak újabb sikeréről. A két fiatal ember a Kossuth Lajos gimnáziumnak a tanulója, és egy csodálatos eredményt értetek el. Ezzel kapcsolatban mit kell tudnunk vízzel kapcsolatos? Stockholmi ifjúsági vízdíj, ez egy nemzetközi verseny, amit már 1997 óta hirdetnek meg, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ez a két fiatalember az országos döntőn a harmadik helyezést érte el, illetve egy külön díjjal is jutalmazták őket. Igazgatóasszony, én úgy tudom, hogy te több szempontból érintett vagy a pályázatban. Igen, itt most nem az intézményvezetői mi voltomban, bár nyilvánvalóan nagyon büszke vagyok, hogyha a fiatalok környezetvédelemmel kapcsolatos bármilyen pályázatban vagy versenyben részt vesznek, tehát mindenképpen sarkalom nem csak ezt a két fiatalt, hanem a többi diákot is hasonló jellegű megmérettetésre, de itt most angol nyelvtanárként segítettem az ő munkájukat. Mert hogy ez a pályázat angol nyelven zajlott, mennyire volt ez kihívás nektek, fiúk? Hát igazából az volt, azt kell, hogy mondjam, ugye olyan szaknyelvet kellett azért megtanulnunk hozzá, illetve az ismereteinket olyan szinten ki kellett bővíteni a biológiai szaknyelvre, hogy azért nem volt egyszerű mutatvány, ezt tegyük hozzá. Hogy így egymással dolgoztatok ketten, ez így lett kitalálva, vagy ti amúgy is haverok vagytok? Európai Uniós junior nagykövetek vagyunk, így kézenfekvő volt a téma, illetve az, hogy egy csapatban ketten dolgozzunk. Mennyire volt a témaválasztás nehéz vagy könnyű itt a Tiszatók térségében? Ahogy John Barr az előbb említette, junior nagykövetként dolgozom velük külön, hiszen az Európa Parlament nagykövet iskolája programban veszünk részt, és mint fontos európai szakpolitika, a víz és a környezetvédelem, ezért nagyon örültem, amikor a fiúk megtalálták ezt a versenyt, és azt mondták, hogy vegyünk ebben részt. Nagyon gyors rohamunkában kellett gondolkodnunk, hogy mégis milyen témát válasszunk, és úgy gondolom, hiszen a Tisza mellett élünk, ez elég kézenfekvő volt, hogy akkor a Tiszával kapcsolatosan, a Tisza megőrzésével kapcsolatosan fogunk kutakodni. Melyik volt az a pont, amikor azt mondtátok, hogy na ez most egy olyan innovatív megoldás lesz, amit ti kitaláltatok esetleg, hogy azt a jövőben lehet majd alkalmazni? A pályázatunkat az oktatásra domborítottuk ki leginkább. Itt rátaláltunk arra a módszerre, aminek a segítségével a fiatalabb generációkat folyamatosan megtaníthatjuk a környezettudatosságra, illetve a környezetvédelemre. Fiatalabbakat azért is se vagytok olyan idősek, most fogtok végezni? Igen, most érettségiztünk, én tegnap, Zsombor pedig majd két nap múlva. És igen, egyébként tehát az egésznek úgymond a kiinduló pontja nekünk a cianid szennyezés volt még 2000-ben, és utána, amikor azért úgy elkezdtünk kutakodni a témában, akkor jöttünk rá, hogy a legnagyobb probléma és a legégetőbb probléma az, hogy a generációnk nem annyira környezetudatos, mint ahogy azt elvárhatnánk, és ezért jöttünk rá arra, hogy talán csak az oktatás az, ami segíthet ezen az egész problémán, hiszen hogyha nincs szemetelő, nincs szemét, és ezt egészen úgy az óvodától kezdve bele kell súlykolni a gyerekekbe, hogy nem szemetelünk, és a környezetünket, főleg a vizeinket megóvjuk. Ez természetesen a prevenciónak a lényege. Az iskola más vonalon is részt vett ezekben a prevenciós tevékenységekben, és nem is kevés eredménnyel. Ez most itt csak íróasztal mellett folyt, vagy kimentetek esetleg a Tiszára is, és szétnéztetek, hogy mi is az a terület, amin amúgy lehet még javítani, hiszen napokban is hallottunk olyan dolgokról, ami nagyon csúnya lefolyású. Igen, a dolgozatban egy teljes fejezetet szenteltünk arra, hogy milyen programokban vesz részt maga a gimnázium, hogy ahogy Rics is említette az előbb, hogy környezettudatossá neveljük a diákokat, csak hogy néhányat kiragadjak, a hulladékcsökkentési hét, a méregtelenics programunk, illetve a témahét programjában is részt vettünk. Mert ez nagyon fontos, hogy az itt tanuló diákok akkor már nem csak magyar nyelven, hanem nemzetközi szinten is be tudják azt mutatni, hogy hogyan készüljünk arra, hogy jobb és szebb legyen a jövőnk. Ti mit gondoltok erről? Mi az ebben az irányban még tovább tudtok majd fejlődni, vagy ilyen jellegű pályára is készültök? Én személy szerint nem kifejezetten ilyen jellegű pályára készülök, viszont szeretném az életem további részében is a környezettudatosságra nagy hangsúlyt fejezni. Én sem kifejezetten erre a pályára szeretnék majd menni, azonban szerintem egy teljesen fontos dolog ez az egész környezetvédelem, és foglalkozni, ez egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell egy embernek, és szerintem legalább olyan fontos az, hogy egy ember akár környezetvédelmi előadásokat tartson, mint hogy
vízi professzorokat, ha lehet így fogalmaznom, neveljünk ki. Ez egy nagyon jó kifejezés, ez a vízi professzorok, ezt be is lehet vezetni. Az elkövetkezendő nemzedékek visszajönnek ide a kisebbekhez, és vízi professzor előadó órákat tartanak. Nagyon sok újításaitok vannak itt a gimnáziumban, tehát csak kapkodjuk a fejünket, és az eredmények is lenyűgözőek. Ezzel az eredménnyel most mi fog járni? A fiatalok ugye a harmadik díjat nyerték el, ezzel járt egy kis jutalom értelemszerűen, illetve egy külön díjat is megnyertek, ami azt jelenti, hogy a MaVíz főmérnöki értekezletén vehetnek részt majd szeptemberben Visegrádon. Ez egy konferencia, ahol már magyar nyelven kell előadniuk a produktumokat, az alkotásokat. Nagyon sok sikert kívánok nektek, és reméljük, hogy fogunk még veletek találkozni, mint visszatérő előadók, és mint növekvő generációnknak a védelmezői. Köszönjük szépen.